Ezt a kincset leltem a könyvespolcomon, ebből szeretnék felolvasni részleteket. Méghozzá Kosztolányi Dezső, szellemidézés a New York kávéházban. Móricz nem tartozott a kávéház jellegzetes vendégei közé, de szerette a New Yorkot. Kedves botját is itt vette valakitől. Világos sárga, szögletesre csiszolt bambuszbot volt, szép, rügyes kampóval, írta le Móricz Virág. Ez a bot első sikereinek napjai óta kísérte, és ha elhagyta, mindig visszakerült hozzá. Talán ezért szerette is annyira. Írói pályája a New Yorkból indult, mint maga írja, a Nyugatos Vád számában. 1908. 30. éves vénember, és hónapokig nem bírok írást cselekedni, amit odaadjak a drága Elekartúrnak, hogy vigye az ismeretlen Osváth Ernőnek. A nyugat szürke fedelei egyre másra jönnek, kirakatokba, szergesztőségekbe, nézem, forgatom, szikratáviró ujjakat emelek az ég felé, s nem jönnek az ideák, amelyeket elfogjak, amivel közéjük csaphassak. Elmúlik a nyár. Messze jártam, nagyon messze. Már második fiamat tettem koporsóba. Egy elroncsolt, egészen borultra és kétségbe esetre fordult írói élet utolsó vonaglása volt, hogy egy enyhe kis paraszti tréfát novellává írtam, s átadtam Elek Artúrnak, aki egy késő szeptemberi napon, hogy vigye hát el az Osváth Ernőhöz. De mindjárt el is menekültem. Tudtam, hogy napokig nem fogok bejönni a szerkesztőségbe, hogy a választ meg ne kaphassam. De nem. Másnap reggelre kész volt egy új írás. Ha sorsdöntő volt az átadott kézirat, ez viszont sorsmentő volt. Az új írás kellett, hogy igazoljon az előbbiért. Elek Artúr rögtön vitt másnap a Szent New Yorkba, ahol várt a főpap. Ott találkoztam először Osváth Ernővel. Sötét sarokban ült egy kávéházi márványasztal mellett, asztalán nagy rongyos papírboríték írásokkal tele, a körülötte levő székeken 70 újság, angol, francia, német, egész Európa minden ifjú tehetségét számon tartotta. E célból inspekciót tartott éjjel-nappal. Rossz fogaival harapta a szivart, s odaadó szemekkel falva a betűt. Hallatlan udvarias volt. Nem egy társaságbeli úriember udvariassága, egy apa gyöngétsége, aki fogadja a megjött fiút. Nagy pápa szeme volt, s már deresedett. Kévékben kefélte fel a haja ezüstjét, mintha ezüst termett volna magas homlokán. Nézett és mosolygott. Soká nézett, s nem szólt. Csak megfigyelt a pápa szemén át, s valami rögtön budjant bizalom, valami együtt fakadt közös titok, valami egymásra találtak ősismerettsége volt azonnal jelen. Még meg sem szólalt. Már megelőztem. Zsebembe nyúltam, s odaadtam az új írást. El voltam számba, hogyha a régit levágja, ezt nem kapja meg. De a lénye rögtön lefegyverzett, s már a másikat, a többet, a jobbat adtam neki magamból. Fölcsillant, felragyogott a szeme, szinte kigyúlt, s karvai horgas ujjakkal egy morfinista szenvedélyével vette át az új dózist, s már olvasta, leakasztotta füléről a szemüveget, hogy jobban lásson, s közben olvasta. Az írás valami nagyon mulatságos történet volt, odalestem kíváncsian, elmosolyodik-e, élvezi-e. Az arca feszült volt, görcsösen feszült, minden idegszál, minden izom megfeszült rajta. A szeme kidagadt, a szemüveg lencséjén túl fantasztikusan kidagadt vámpír szemek, kis barna karika, nagy fehér gömbök, mohó, falánk, meret szemek. Izzadt az arca, s vibrált olykor. A túlfeszült idegszálak remegtek meg néha arcizmain. Mint egy nagy kielégülés után, lankadtan lélegzett föl, hogy befejezte. Rám nézett komolyan, élesen. S én, akinek az írását e napig mindenütt visszaadták, ugyanolyan komoly, harcos vadlázzal néztem vissza rá. Levette a szemüvegét, s letette az asztalra. Benyúlt a zsebébe, és azt mondta kurtán, kedves barátom, engedje meg, hogy az előbbi írását kicseréljem ezzel. Elében tette a régit, zsebre vágta az újat. A régi elbeszélés egy volt a sok közül, ami eltűnt sok írásom bozótjában. Az új, az a hét krajcár volt. Így történt. Kezdő író korában Karinti többet volt a New Yorkban, mint akkori barátságtalan lakásán. A nyugat indulása idején órákig mulattatta írótársait, és nem utolsó sorban önmagát,
a kávéházi barokk erkélyén sziporkázó ötleteivel. Éppen mert legjobban maga szórakozott rakétázó szellemtornáján, sokat nem is írt le belőle másoknak. Így az ötletek ellobbantak, soknak nyoma sem maradt. De kár, hogy még nem volt magnetofon. A New York teraszán tűzött össze nagyszerelmének, későbbi feleségének, Bogának első férjével. Össze is verekedtek. Azután az ifjú pár Berlinbe menekült. Ez volt talán az egyetlen alkalom, amikor Karinthy sokat emlegetett vasbottyát használta, mellyel egyébként csak a levegőben hadonászott. Vézna, hanyagul, sőt, kissé kopottan öltözött legénykének írja le barátja, Brázai Emil. Kezében kéziratos mappával, szemébe csapzó hajpamacsal, ritkán borotválva, sosem megnyírva. Így viharzott be a kávéházba, ahol végtelenbe nyúló irodalmi vitákat folytattak, és szitták a hivatalos irodalmi szerveket. Petőfit csak társasága nélkül, a babért pedig csak a babba szeretem, fogalmazta meg Somlyó Zoltán mindannyiuk véleményét. A komoly vitákat társasjátékokkal tarkítják, ezeknek Karinthy volt a nagymestere. Rímjátékok változatait gyártották versengve. Öntötték az anagrammákat, amelyekben egy név betűi összedobálva értelmes kifejezést alkotnak. Intarziával híres emberek neveit építették be egy-egy mondatba. Fordítva is olvasható szavakból kacagtató értelmű mondásokat gyártottak. A halandzsa nyelvet is itt a kávéházban tanulta meg egy fiatalembertől, aki érthetetlen bávatak hadarásával, össze-visszatekert szószagyvalékával Karinthyt addig idegesítette, míg végül 5 korona árán sikerült tőle megszabadulnia. De ezzel a halandzsa nyelvet birtokába vette. Ő és Kosztolányi lettek főtudósai. Szellemi tornájuk eredményeire néha büszkébbek voltak, mint komoly irodalmi sikereikre. A kávéházban élt és halt, írja Karinthy Ferenc. Ifjú korában a New York erkélyén arannyal befuttatott oszlopai között köszörülte a körmeit. Később évente elhatározta, hogy szakít a könnyelmű, pazarló életmóddal, dolgozószobákat, könyvtárakat rendezett be lakásán, íróasztalokat vásárolt, tollakat, ceruzákat, tintákat, papírosokat szerzett be. Zajos gyermekeit kitiltotta a környezetéből. Így fogott neki az új életnek. Cigarettára gyújtott, s eltökélte, hogy dolgozni fog. Egyik cigarettát a másik után szívta, de a várva várt ihlet csak nem akarta felkeresni. Zavarta a villamos csörömpölése, a vízcsap egyhangú csöpögése, és a csend is zavarta. Végül is megunta, lement a kávéházba, és megírta, amit akart. Úgy látszik, az állandó egyhangú zsongás, a sűrű cigaretta és szivarfüst, a nagy helyiség örök mozgása kellett írása megszületéséhez. A kávéházban kötött barátságuk végigkísérték egész életén. Kosztolányival, Somlyóval, de Tóth Árpáddal is a New Yorkban ismerkedett meg. Őt Karinthy azzal főzte meg, hogy minden versét ismeri, és azok nagyszerűek. Ebben az időben ugyanis versei még alig kerültek nyilvánosságra, s így, mint Tóth Árpád mondta, benne üdvözölhette egyetlen tisztelőjét. Az akkor már neves Szoma, Szomaházi István is a New Yorkban került össze Karinthyval. Le is tegezte az ifjú írót, de az csak önözni merte. Szomaházi humorosan jegyezte meg. Ha minden alkalommal egy média szivart vesz szipkával, akkor tegezhet is. Műveiben sokszor ábrázolja kedves kávéházát. Az együgyű lexikonban a New York Dante Pokla, különböző mélységeiben az elkárhozottakkal. A legnagyobb bűnözőket a mélyvízben ábrázolja, ahova az írók szférája a karzatról tekint alá. A nevető Decameron is emlegeti Heraklész 13. hőstettében, hogy a kávébarlangot New Yorknak nevezték ez időben, a bentlakó fenevadak után, akik nyúnyú hangot adnak. A költő bánatában a poéta lelke versekké sírt könnyeit garasokra váltja, és a New Yorkban kávézza el. A kávéház karikatúrája az Így írtok ti Verne paródiája, és a görbetűkörben az ember tragédiájának 16. színe.